Na, sziasztok! Folytassuk a sztorit. Azt hiszem, pont itt hagytuk abba. Igen, ez volt az utolsó kép, ami még visszaugrott. There was even some trouble with the cops, but Eddie took care of that. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. At least I managed to save Leo. He disappeared without a trace. I doubt Frank Vinci even knew where he went. And even though Henry failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped town. Me and Joe had a new partner. Yoo-hoo. Szerencsére most nem telefonra keltünk, csak ébredés után kezdett el cseregni a telefon. Ez már egy nagyon jó jel. Amúgy lehet, hogy lesz egy pár ilyen kivágás a videón belül, mert parlagfűszezon van, és szerintem lehet hallani a hangomon, hogy körülbelül olyan orrhangom van, mint hogyha nem tudom mi lenne. Néha-néha ki kell fújni a arra. Henry. Hey. Listen, I'm setting up something big. I want you to come in on it. If you're interested in hearing more, come meet me at Lincoln Park and bring a piece. Okay. I'll see you there. Megyünk privát bulira. Henryvel. Oh. Na most van egy ötletem. Menjünk stílusosan. Da-da-da-da. Ah, ezt mindig elfelejtem, hogy ilyen. Ott a garázsom, megvan. Emlékszem, emlékszem, bocsánat. Ratatatatatatá. Hát ezt nem adta ki. Boa. Ezt meg. Hát hülyed, megállsz előttem. Egy önke. Remélem el lehet lopni. Gyere ide! Jaj! Ott a rendőr. Katona vagyok, csak megállítom a embert. Menjetek már, hát elmen, nem. Csss! Csend! Most szivatsz. Ijjanyára. Nem baj. Az nekünk jó, ha arra megy. Jó, csend legyen. Ha de nem bír olyan gyorsan menni ez a kis takony, te. Autórablás. Vagy hát kamion. Hey, you, get out. Get out of there. Get out of there! Megvan! Vigyázz, mert nagy döggel vagyok. Mondtam, hogy vigyázz, és szóltam, bazd meg. Woohoo! Van kamionunk?
Szerintem ezzel nem lehet beállni a garázsba. Van egy olyan érzésem. Ó, nem már! Ide se. Sehová! Hát akkor ezek csak átmenetiek lesznek. Ups. Hát az a sarok az nem tetszik nekem, úgy látom. Nézzed, nézzed. Loptam. Vigyázz! Ojjaj. Ne! Ez való amúgy az én vezetési stílusomhoz. Ki jöhetnek elém, mert úgyis sem bírnak megállítani. Vigyázz! Remélem nem lesz üldözés. Hey! What's up? Hey, Vito. Take a seat. All right, listen. I've been doing some research into Carlo's business. So? So, the only reason he had Clemente killed was because he was selling dope too, and he was stealing his customers. Now he just needs to get rid of one last obstacle. The one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city. Frank Vinci. Frank Vinci. Nope, tada! Megyünk drogot. Árulni? Jó, hát de gyerekek, én kamion... Abban nem férünk be négyen. Hárman. Nem tudok számolni, a nénit is vinni akartam. Hát na, ez az. Mondtátok volna, hogy nagyobb kamiont lopjak. Ez meg most menni kell kocsit lopni. Még alapból se jöttem volna négy személyes autóval. De egy kamionba beférünk hárman. Azaz, árkombokron keresztül. Jó van, fiúk, ügyesek vagytok. Jár a kex. Na, mivel menjünk? Ó, rendőr. Ó, rendőr. Right here. Hogy is törött üvege lesz? Megvagytok? Mehetünk. Hű, de szép rózsaszín. Állj meg! Ja, nem arra kell mennünk. His name's Bruno. He's one of the only guys in town who could do a loan this big. What if he doesn't give it to us, then what? Then the deal's off. But don't worry, I know this guy. He'll give us the money. There ain't nobody else we can get this kind of money from? There's three of the guys I know of. But if you want to ask Carlo or Frank Vinci $35,000, I'm my guest. Yeah, no thanks. He ain't a business no more. Somebody blew up a room full of his guys and shot him point blank in the face with a commie gun. What's he? Oh, that guy. Come on, we said we wasn't gonna talk about that. All right, so, Henry, what is this guy, rich or something? I think he gets his money from some of the bosses from out of town who sit on the commission. Yeah? No yeah? Shit. No yeah, shit. That's why we can't stiff the guy. Besides, we gotta keep this quiet. Is he trust him? Sure. Wise guy's been borrowing money from this guy forever.
Nekem kell vissza a 11 000-re, mert nem csináltam meg a kocsiaimat, és szeretném őket feltuningolni. Gyere ki elém, köcsög. Hű, várjál, most lesz az, amikor... Nem tudom. Ne. Amíg most indítottam a játékot, már szakszik a kép. Megjöttünk. És most? Oda be. Gyertek át a autón. Hol ez a két hülye? Hello! Erre vagyok! Itt el a kocsi mellett, itt. Hát ebben az meg kellett nekik mutatni, hogy be tudjanak jönni. Hi fellas, we're here to see Bruno. Hiya, Henry. If you got guns on you, put them down there. I gotta search you. Ja. Meg leszünk keresgetve. De? Szó. Van pénzünk, srác. Hol a pénz? Most kaptunk 35 000-et, amiből 55 000-et kell visszaadnunk. Majdnem duplája. És nincs nálatok? Ne. Na, menjünk. Henrynek jó nagy farzsebe lehet. Egy egész aktatáska elfér benne. Gyere, gyere! Ups! Ups! Megyek! Hey, a rendőr! How come you know the Bible so good, Henry? You read it or something? Bruno always uses the same quote. No. Make it so. You go to church? Yeah, and I can understand why you don't. Let me up. Big words. There's no hookers and the fool's lousy. Yeah, that pretty much sums it up. Jeez, I ain't been there since 45. What? That time your mother made you go to confession? Oops. Yeah, that time she smacked me for checking out some chick's cool. Az véletlen volt. Csúszik az út. Easter. Ah, that ain't too bad. 1941. I take that back then. You're going straight to hell. Whoops! Don't worry, I'll save seats for the both of you. You know, I heard about a lone shark named Bruno once. Must be the same guy. Yeah? What'd you hear? Well, you know Mickey the Crab, right? What, the guy who's only got a finger and a thumb on his left hand? The guy who's only got a finger and a thumb on his left hand? Yes, you look. I heard he owed a lot of money to some yid from Southport. You get my drift? Viszont, nem! Nem! Ja, jó. Most tettem el. Van ebből sok, viszünk egy másikat. Szállj be! Menjünk tovább. Oh, right. I get the picture. Don't worry though. Crabs are moron. Not like that's gonna happen. Míg futunk, addig nem beszélgetünk. Ez pont szembefordult. Gyere, rendőr bácsi! Igen? Speeding-e? Yeah! Azok belementek valamibe. Hopp! Oh! Hupika! Balesetek történnek néha, úgy véletlenül. Be a ajtón, utána oda be. Oda. Hello, the Chinese guy.
Hello, nem én vezetek? Ja jó, azt hittem, hogy nem akar megállni. Now just follow me. Csinálj rá! Hey, we got some business with your boss. Follow me, gentlemen. Mr. Miért nem úgy beszélsz, hogy ott szól, pici? Másztok már ki a gömbből. Ajjaj, az baj. Nem tudom, hogy sikerült, bocsánat a kalamolásért, valahogy levertem a mikrofonomat. Lalalalala. Gyere, kicirigó! Velünk fönök! Csálcsi! Semmi, mindenhol szeretnek minket tapizni? Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? Nagyon heavy. Yo, da, 这是一磅重的二十元美金钞票，一共35,000块. All right, take it away. And bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Merchandise? Each bag contains 1 kilo. Each kilo weighs a little more than 2 pounds. Which one do you want to test? Henry, yo? Csont egyenes. Okay, we're good. I'm glad. Next time, we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wang. The pleasure was all mine. Meghajlás, Acsi. Meghajlás. Mármint csak főhajtás. Knock it off. See how easy that was? Let's get back in the car. Well, the hard part's over. Now we just gotta make the exchange and we're done. Sounds good to me. Where we headed? Hunters. I got it all lined up. Jaj, Harry. Miért van nekem olyan érzésem, hogy ezek, amit kitalálnak, sose jó? Hello, gentlemen. Fucking set up. I think you have something for us. Drop the suitcases. My shoes. Wait a minute, these guys ain't cops? Kill the bastard! Shoot Vito! Vito, watch our back! Montami! Hello! Te ezt hogy élted túl? Hallod, én majd belehaltam. Hová? Jövök! Csak nem tudom, hová kell menni, mert mindenki elszaladt innen. Jövök, jövök! Amidet nézzem? A hátsódat? Jaj, hát lőnek rám! Ott vannak valahol a csincsangok elől. Jövök, jövök! Ne azon az ablakon, azon nézzél ki. Miért mindig én rugdossak mindent? Mindjárt, man! Még vannak kint. Miért te nem tudsz rugdosódni? Nekem kell. Nem ezt az ajtót, ezt rúgjam be. Jaj, ne! Jó, jó. Hey, you're not completely fucking
Egy kis kobak. Ott vagy valahol. Csap, csap, hát csak már először csinálok magam a kimkart, hely. Nem úgy megy az, csak hogy csap, csap, az kész. Csapolok én csak. Na. Menj-e. Én addig védem a segged. Jövök, higgadj már! Csak a karakterem nem tudja, hogy itt ilyenkor nem szabad kúszni. Igen? Merre le? Ja. Hey, I got something for you. Mi van all nekem? Right, showtime, Vito. Ott jön! Ott fúj! Tap 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 tap. Elfelejtettem újra tölteni. Nem tudom hányszor kell rálőnöm azért, hogy működjön, de... Gyere, gyere! Hello, ezek ismernek. Ott van valahol még egy. Itt. Dugd ki az orrod! Akkor ne. Ó, ez jó fegyver. Nek tűnik. Gyűnnek még! Elfogyott! Azon vagyok, csak hát az meg engem lőnek közben. Várjál, mert nem látom, ez hol van? Várjál, mert ez honnan lő? Jó van az, te kaphatod a golyót, mert te nem halsz meg, én igen. Itt van valahol a dobozok mögött az egyik. Kapaszkodj! Várjál, mert elfogyott a lőszer. Oh-oh. Az baj, ha nem lehet szétrobbantani a kamiont. Dugd már ki a lábad, Nor! Na végre, ott is egy láb. Nem, az a sárvédő. Ez majdnem úgy nézett ki, mint egy láb, nem? Hol van az az... Ott! Megint elfelejtettem tárazni. Na most hová lett? Ott! Most amúgy szórakozol, tehát hogy... Jó, mindjárt. Nos, valahol itt hagytuk abba. Jó, most így, hogy már tudtam, hogy mi történik, azért azt a kocsit először kikaptam, utána hát a robbanás elvitt mindenkit, úgyhogy... Jó is lett. Azt mondják, hogy lopjunk egy autót. Hát de itt nem tudok. Ott az a lezúzott. Ha mi lett a drága kocsinka? Jó Isten. Ez mennyire van vajon szétvágva? Gyertek! Hát nem jobban, mint hogyha én vezettem volna. Tökéletes. Tökéletes. Anyám, ennek aztán mindenre mozog. Jövünk! Nem jövünk. Várjátok, hát az nem úgy megy.
Open gate. Hogy... Azt azt kicsaptam, hé? Majd mindjárt szerzünk jobbat, ez most a... Csak mire kiszaladunk az útra... Ennek kereke sincs. Normálisan, a hátsó... It's not over yet. Nem már! Fuck! Lose it! This one's mine. Azt nem mondta senki. Nem baj, legalább nem mentünk túl sokat. Na, de most már így tudom, megyünk. Az a baj, hogy így egyáltalán nem vagyunk előrébb. Ez nem épp menekülő autó, basszus! It's not over yet. They're coming after us. Fuck! Lose it! Miért engem? Lüljétek! Opszi! Csend legyen! Lőnek ránk! Hey, can't you keep this thing on the road? De. What the fuck was that, Henry? No idea. Somebody else must have known about the car. Those definitely weren't real cops. Ja, azt hittem rám, Mordi, bár azt mondom, hozzá se értem a kocsithoz. I doubt it. Look, I'll figure it out. But first we gotta... Ott a rendőr. Vito, take us to the old warehouse in Hunters. Gyere. This deal goes better than the last one. It will. Not like it can go any worse, right? So who are we selling the stuff to? A bunch of different guys. Whoa. What do you mean a bunch of different guys? A bunch of different guys. With all that shooting back there, make you deaf. Van kocsink. We're just moving this garbage from one place to another. Yeah, well, you make a lot more money if you sell it in smaller amounts. Would have been really nice to know before I agreed to go in on this. If I did, from the way you were talking back in the park, you probably wouldn't have. Yeah, exactly. Hey. The best you could hope for right now is to spend the next 30 years of your life breaking your ass for Eddie. Az a vicc, hogy amúgy itt is működik az a megoldás, mint ami az egyesben volt. Hogy bele lehet őket vezetni a villanyoszlopokba. And that time we almost got killed when we wiped that fat fucking sand island. All right enough. None of that matters after today. Let's just get going. And don't worry, we're never gonna have to see these scumbags again after today. Unless this turns into a regular thing for us. Well, all right, let's just concentrate on getting through this one before we go making plans like that, all right? Hey, I'm just saying. Vito's right. Let's just get through the rest of the day. After that, smooth sailing, fellas. Woohoo! Megy az a Houston is, csak... Hát nem úgy, ahogy én szeretném. Icikét lassú. Nem bírjuk utolérni a forgalmat. Hello! Mi itt száguldozni szoktunk. Azaz, na most már. És mire eléri a végsebességét? Mi? Mi van? Mi az, hogy lassítsak? Majd lassítok a végén. Woohoo! Az közel jött egy kicsit. Kösz! Csakolom!
Here we are. Let me do the talking. Hello. He's a tough guy, so no wise-ass comments. All right, Joe. Hát ez hülye. Hey guys, how you doing? Hey man. Ezt nem én csináltam. Én elengedtem a gázt. Sőt, féket is nyomtam. Shit! It's smoke! Oh, fuck! We did it! We hit the jackpot! Hey, 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 take it easy. We're not done yet. Lighten up, will you, Henry? What's the matter? All of a sudden, money don't make you happy? After we pay back Bruno and you get your cut, then you could be happy. All right, all right. Jaj, de ügyesek vagyunk. Na mi van, most már Harry is boldog. Na, jól van. Nye. Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Nos, itt... Csók! Hello. Hello. Persze. Na vacsa. Mondja. Barbaro's bordello. You got the money, we got the honeys. Vito, it's Henry. We got a problem. What kind of problem? Eddie paid me a visit. Carlo knows about the deal. And he sent Eddie to pick up his cut. How much? 60 grand. Fuck, that much? What are we gonna do? I don't know. We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't want to talk about this over the phone. Okay. I'll be right there. Az bye. Joe, we gotta go. What? What for? Now, Joe. I'll tell you on the way. Mi gangsterek vagyunk. Hello. All right, girls, lock up when you leave. Me and Vito got business. So what the hell's going on? That was Henry on the phone. Carlo found out about the deal. Ah, shit. Does he know he was involved? I don't think so. Let's talk about it in the car. Miért mindig az ő... mondjuk ez most jobb. Ez most tetszik. Megyünk a tiédbe. Where we headed? Lincoln Park. We meeting Henry there? Yeah. All right, so what did Henry say on the phone? He okay? Sounded okay. But Carlo took his cut of the take. Fuck. Just like Henry said he'd do if he found out. Yeah, but now the problem is, we don't even got enough to pay Bruno back. Ah, shit. What the hell are we gonna do? I don't know. We'll figure it out when we get to the park. Yeah. Henry will know what to do. Várj, mert most a parkban valami lövöldözés lesz. Ú, ennek a kocsinak amúgy jó hangja van. Na! És kurika van. Uiiii! Jelen, jelen, jelen! Közel jött egy kicsit. Uhú! Ide be! Hi! Megjöttünk! Henry's different these days. Guy's got a real... What the fuck? The fuck's going on? Shit, that's Henry! Henry, nak annyi? Fucking dead! You're going to be that beat!
Ne ugrálj már annyit! Csap-csap, csak várjál, mert nekem kell egy kis csap-csap hozzá. Miért nem töltötted újra, amikor kivetted a kezedből? Ways to kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chop fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah, and it don't matter. Henry's dead. What, do you want us to get killed too? That dude is smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. All right, listen. There's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in and ask him to send some guys over here. All right, fine. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. We gotta do this the smart way. All right? Jaj, most megyünk a... Tudom, a kínai étterembe, ott fogunk majd vendezkedni. Chinatownba! Nekem is van olyanom. Mehetnétek egy kicsit gyorsabban, mert ez a kocsi tudna menni. Bezzeg, amikor jó autóval vagyunk, akkor nincs üldözés. Mikor takony kocsival vagyunk, akkor meg megpróbálnak minket megölni. Jaj, ez fent ment. Ó, jaj. Jaj. Chinatown. Bocsi! Csincsang, ne lépj elém, bocsi. Na irány a Red Dragonba. Tudtam én, hogy ez lesz. Hi! Here's your fucking membership fee. Piff, piff. Joe, can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry. God damn, Joe. You see? Why didn't you just bang the damn gong while you were at it? Pipe down! Hát elég szar helyen tudtál megállni. To be dog meat. Na várja, ide komolyabb fegyver kell. Nem ott van. That's it, Vito. Kill them all. Every last one of them. Megyünk. Csak nem olyan egyszerű, mert odafent is vannak. Te hol vagy? Joe? Joe? Ne pizd meg. Hoj, Batong! Get the guy on the stairs! Come on! Aj, de utálom ezt a kinézős... Lőjed! Ez így nem jó? Így. Köszi. Azt te hogy? Én miért nem tudok olyat? Te ezt honnan tudod?
Én tudom, mert látom a térképen, de te... Nem, shotgun azon. This is for Henry, you bastards! Hey! Leave some of these little bastards for me! Dukke fejed! Egy-egy, ügyes vagy. Még egyszer. Ho-ho! Nice shot, Vito! Tudom, utolsó lőszer volt. Várjál, mert valamit össze kell... Júj, várjál, van tudom, mint... Menjünk! Mi fel? Jó. Megyek. Watch out, here comes more of them. Hun! You ain't so top. Dugd ki fejed! Bingo! De élvezed ezt, Joe. Én annyira nem, mert ebben én bele tudok fikkanni, te nem. Na várjál, most akkor arra megyünk? Azt mondd. You go first, Vito. You're a smaller target. Thanks. Hey, you said what? Várjál, mert pihennem kell. Special delivery for you. Die, you piece of shit. Ögy-ögy. Várja, hogy ott nem tudok elmenni, akkor jövök ide. Ott senki. Where the hell is that prick? He's gotta be around here somewhere. Let's keep going. Wing Wongot majd mindjárt megöljük. Egy-egy. Még egy. Don't matter. I got plenty of bullets left. Nekem nincs, mert nekem szelegetni kell. Na? Hát persze, hogy én kapom a lövést. Hallod, hogy a francba tudsz az elő, a mögé, a kis szar mögé elbújni? Öcsém. Jó, hát szóltál volna, hogy töltsek előtte újra? Shotgun nem kell. Shotgun! Megvan már? Hol van Wong? Wing Wong? Hello. Ja, hogy nyomni kell a gombot. Jó, hát de... Ezt meg... Shhh! Be quiet, Vito. Since when are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. De hova? Arra? Joe, mi a jó anyádat csinálsz?
Most ez komoly? És honnan? Since when are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Jó. Szóval, fegyver elrejt. Nice. All right, let's just sneak through here. Megyek, megyek. Hát ez nem jött be, Joe. They teach you that in the army? Mit? Hogy fejbe kell lőni valakit? Igen. Come on, take the shot. Hurry up. Bass. Ott is. Very happy. Oi, oi. Innen jobban rálátok mindenkire. Töcsi. Let's go, Vito. Gyere. See? Ain't so bad so far, right? Hát yeah, persze, másodjára sikerült. That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down there. Get ready. Mindjárt, mindjárt csak megnézem, hogy hát ha találok olyat, ami nekem kell. De nincs. Mindenkinél csak kis pisztoly volt. Itt hátul volt valaki. Csend legyen! Ne pofázzál! Lehet, hogy neked van végtelen lőszered, nekem nincs. You're dead, you slanty-eyed fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? Menekülünk. Miért van ilyen érzésem, hogy jönni fognak még? Looks like this place won't be opening up for a while. If we had the time, I'd burn it to the damn ground. Where you going, Vito?
That's the way we came in. Legyen ez. Oh yeah! Woohoo! Ah, fuck this! Come on, Vito, let's get out of here. There's two guys are maniacs. Gotta make them down. Be up, Vito. Roger that, man. Na, kép hiba nélkül. Valahogy itt el kell menekülnünk. Gyorsan egy kocsit. Ott szembe van. This guy's a maniac. We gotta take him down. Copy that. És ezt hogy szeretné a játék? Ah, fuck this. Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find us a car, quick. This guy's a maniac. We gotta take him down. 10-4. Azt mondja, hogy ha látnak a rendőrök, akkor lőni fognak. Lőd le! Nem mondod! De most miért szaladtál ide fel? Oda se tudok felszaladni. Ajjaj! Nyem-nyem. Ilyet nem játszunk. Jaj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 
akkor ne állj meg. Akkor visszük ezt. Gyorsan, kocsiba be! Gyerünk! Take me to my place, Vito. I need a fucking drink. That was fucked up, huh? Yeah. Requesting I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? All right. Gyertek utánunk. Ez jó lesz. In the market for something special? Teljesen jó. I have just the thing. Köszi. A hearing is megfelel. Köszi. Na, a kocsit akarja a rendőrség, úgyhogy az nekünk nem lesz jó. Megyünk másikért. Tied? Ma, you look very nice, huh? Ez az. Azt nem gondoltam amúgy, hogy el fogok tudni, mert menekülni. Üff. Megjöttünk. This deal was a total fucking disaster. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs.
And if they think Carlos sent us, that'll mean war. Nos, szerintem ennek a résznek itt lesz vége, mivel hogy befejeztük az előző chaptert. Megint kelünk. Szóval, következő részben találkozunk. Innen fogjuk folytatni, hogy felkeltünk és csörög a telefonunk. Mint minden egyes reggel. Úgyhogy következő részben találkozunk. Sziasztok!